Először mindig vetni kell, hogy majd sikeresen lehessen aratni. Fogalmazott Hornyák János, nyírvasvári polgármestere az uniós forrásból megvalósult agrárlogisztikai központ átadó eseményén. A település életében jelentős szerepe van az agráriumnak már generációkra visszamenőleg. A gazdáknak hatalmas segítség lesz, hogy a megtermelt takarmányt mostantól el tudják tárolni hosszabb, rövidebb időre is, kivárva akár a kedvezőbb eladási árakat. Az Európai Uniós támogatásból valósult meg ez a beruházás, 196,6 millió forint értékben, és nyilvánvaló, hogy amint mondtam is, a településünk mindig is mezőgazdasági vonalon tevékenykedett. A helyi gazdákat kívánjuk ezzel támogatni, hiszen nekik lesz majd itt lehetőség arra, hogy betárolják a terményeiket, és majd később, amikor egy kicsit jobb anyagi kondícióval tudják értékesíteni, akkor innen el tudják szállítani. A térségben ebben az uniós ciklusban 127 pályázat valósult meg, mintegy 25 milliárd forint értékben. Itt a raktárcsarnokon belül 350 négyzetméter alapterületű raktárbázis és 70 négyzetméter kiszolgáló egység jött létre. Emellett 700 négyzetméternyi út épült. A helyi gazdálkodóknak és a közmunkaprogramban megvalósuló termesztésnek is fontos pillére lesz ez az agrárlogisztikai központ. Ez nem egy egyszerű terménytároló, ez egy agrárlogisztikai központ. Ez lehetőséget ad a gazdáknak. A közmunkaprogramban termelést végző önkormányzatoknak, hogy itt a terményt tárolhassák, és jobb piaci körülmények között pedig piacra dobhatják. Nyírvasvári jeleskedik a közmunkaprogramban, hiszen itt négy fóliasátorban évről évre gyönyörű terményeket állítanak elő, terményeket termelnek, kiváló minőségű paradicsom, paprika, zöldségfélék, amit a térségbeli konyháknak értékesít az önkormányzat, és ennek egy bázisát adja ez a logisztikai központ. Ez mintegy 200 millió forintba került ez a fejlesztés, és reméljük, hogy ezáltal a település megtartó képesség egy kicsit javulni fog. Fontos, hogy a fiataloknak olyan jövőképe legyen, ami itt tartja őket, fogalmazott az átadón az agrárminiszter. A tárcához érkező források mértéke kimagasló, és bizakodással töltheti el a gazdákat. Fontos, hogy a források úgy hasznosuljanak, hogy azok a vidék megerősülését szolgálják. Rögtön fontos, mert csak azt gondoljuk, hogy egy terménytároló, de hogyha egy kicsit kiebontjuk a kérdést, akkor már is látjuk, hogy mennyire gazdasági versenyképességet növelő hatása van. Hiszen kivesszük azt a kényszert a rendszerből, hogy a megtermelés pillanatában kell értékesíteni magát a terményt. Ehelyett tudjuk raktározni, tudjuk időzíteni a legjobb piaci viszonyok között értékesíteni. Tehát ugyanból a termékből magasabb jövedelem származhat. És ez egy nagyon-nagyon fontos, hiszen mindenki pénzből él, mindenki számolja azt, hogy mennyi jövedelme keletkezik egy adott tevékenységből, és ezek mind-mind azt segítik, hogy a helyi gazdaság hogyan tud erősödni. Hiszen ide a legkisebb termelő is, és a nagyobb termelő is elhozhatja a terményt. Sőt, az önkormányzat közmunkaprogramjából előállított termények is helyet találhatnak, és úgy várhatják azokat a kedvező piaci folyamatokat, amelyből nagyobb jövedelmet tud szerezni. Ha nagyobb a jövedelem, akkor többet lehet költeni, többet lehet az életünk minőségére fordítani, tehát egyszerűen egy életszínvonal javulást eredményez, helyi gazdaság erősödése viszont a megmaradást segíti, hogy olyan jövőkép alakul ki az itt élőkbe, hogy érdemes itt maradni, érdemes itt tervezni Nyírvasváriban jövőt. Nyírvasvári jeleskedik a közmunkaprogramban, hiszen négy fóliasátorban termelnek évek óta kiváló minőségű zöldségféléket és gyümölcsöket, amelyeket értékesítenek is a térségbeli konyháknak. Ennek egy bázisát fogja mostantól adni ez a logisztikai központ.